2017. decemberében írta alá Debrecen városa és Nyíregyháza városa azt a hosszú távú együttműködési megállapodást, amely számos stratégiai célt tűzött ki a két város együttműködésében és a régió erősítésében. Ezt követően az elmúlt esztendőben létrejött a Kreatív Régió, amely részben mondhatjuk azt a Debrecen-Nyíregyháza tengelyre épülve azt a stratégiai célt tűzte ki maga elé, hogy Kelet-Magyarország egy új fejlesztési dimenzióba lépjen. Jól érzékelhető, hogy a 2010-es szocialista kormányzás utáni romeltakarítást követően az Orbán kormány egy egészen más stratégiát követ az országpolitikában, az ország fejlesztésében, és Kelet-Magyarország ennek az új stratégiának az egyik nyertese. Debrecen és Nyíregyháza egyértelműen abban érdekelt, hogy ez a kormányzati stratégia, ez egyértelműen sikere jusson, és olyan határokon átívelő gazdasági, kulturális és oktatási hatása legyen, amely lehetőséget nyújt a régió tágabb értelemben vett területeinek is a dinamikus fejlesztésére. Ennek természetesen megvannak a maga feltételei. Az az ominózus megállapodás, amelyet 17 decemberében írtunk alá Kovács Ferenc polgármester úrral, az az egyik kiemelt területként jelöli meg a két város közötti közlekedés fejlesztést. Nagyon fontos gazdaságélénkítő hatása lesz ennek a közlekedés fejlesztésnek, és ha már érintettük az oktatást, a kultúrát és a gazdaságot, akkor én belekeverném egy picit a sportot is, hiszen nagyon fontos lesz a jövőre nézve az, hogy nemzetközi sporteseményeket hozunk hazánkba. Ez mindig is ugye az elmúlt 10 évben, hogyha nézzük, akkor rekordszámot hozhattunk évről évre, leszámítva a pandémiát, de már most érzékelhető, hogy ebben az esztendőben és a jövő évben is már egyre nagyobb sporteseményeket hozzunk hazánkba és a keleti régióba is. Úgyhogy nagyon sok terveink vannak, akár hogyha nézzük a Kelet-Magyarországot Debrecennel, Nyíregyházával, egyre több sportág csatlakozik a nagy sporteseményekhez, és ehhez bizony közlekedés szempontjából is fejlesztenünk kell a közút hálózatot. Úgyhogy nagyon fontos lesz a jövőre nézve a sportolóknak és az egészségvédelem szempontjából is ez a nagyon-nagyon fontos fejlesztés, amely ténylegesen, ahogy polgármester úr is említette, az első lépés az együttműködési megállapodásnak. Kelet-Magyarország két nagy városa, Nyíregyháza és Debrecen, néhány évvel ezelőtt, ahogy hallottuk, egy partnerségi szerződést kötött, egy együttműködési megállapodást, amelyben az volt, hogy a két város fejlesztése és együttműködése kapcsán az agglomerációs övezetek is fejlődnek, hiszen Nyíregyházának is egy nagyon komoly agglomerációs övezete van. Én több települést is képviselek ebből az övezetből, és az a kettő, két kör, Debrecen és Nyíregyháza agglomerációs övezete metszi egymást, hiszen hadd utaljak arra, hogy egy felmérés is készült még 2010 előtt egy kicsivel, hogy a két város között ezernyi a négyes úton több mint 50%-a az a két város közötti forgalmat jelentette, és csak kisebb része a tranzitforgalmat. Ezernyi kapcsolat volt gazdasági, kulturális, egészségügyi, oktatási, és magam, mint a Kulturális Bizottság tagja, oktatás, kultúra, sport, média ügyekkel foglalkozom a parlamentbe, és egyéni képviselőként pedig nagyon örülök annak, hogy a két város ilyen dinamikusan fejlődik, és ezt a kormány is felismerte.